Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Nem tudom, hogy hogy vannak vele, nekem úgy tűnik, mintha már hónapok teltek volna el az ünnepek óta, pedig nemrég még karácsony volt, szilveszter volt, kis pihenés volt, de hát most már az ünnepeken túllépve, Lendvai Ildikó is arról ír a Népszavában, hogy az ünnepek után hát haraggal kezdi az új évet, de hogy miért, azt már is megkérdezem tőle. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Persze ünnepek alatt mennyből az angyal van, meg sok boldogság, boldog új évet, akkor nem illik haragudni. Nekem mégis az ünnepek alatt tapasztaltak, tették világossá, hogy miért haragszom. Félreértés ne essék, most nem szokásosan a kormányt akarom csak szidni, rájuk is haragszom, majd egy mondatot azért ez is megérdemel, hanem ez a harag inkább önvád, tehát magunkra, pártosodott politikai ellenzékre is vonatkozik ez a harag. Na miért éppen a karácsonyi és az ünnepi gyertyák fényében kellett nekem elkezdeni haragudni. Egyrészt, és ennyi illet a kormányt csak most, megint az történt, amit nyáron más ügyekben is tapasztaltunk, hogy civileknek kellett az állam feladatát, amennyire erejükből és eszközeikből telik ellátni. Az, hogy nagyon nehezen élő családok egy része mégis normálisan karácsonyozott, hogy kapott egy csomagot egy zacskó lencsével, liszttel, olajjal, cukorral, hogy gyerekeknek azért jutott ajándék, vagy aki nem tud fűteni tűzifa, ez ebben az időszakban, ebben a téli szünetben kizárólag civileken múlott. Ami azért felháborító, mert civil aktivitásra ugyan persze szükség van, de miközben a kormány kasszájában, mint kiderült, maradt a gyermekétkeztetésre szánt pénzből, azt a pénzt nem arra adta oda az önkormányzatoknak, hogy főzzetek a karácsonyi szünetbe is, hát nem esnek a gyerekek, ahol otthon nem tudnak meleg ételt adni, nem, elköltötte sporttámogatásra meg erre-arra. Erről sokat tudnánk beszélni, hogy milyen hát lélektelen közöny jellemzi ennek a kormánynak a szociális arculatát, ha van olyan. És ebben a helyzetben saját magukra miért haragszik? Igen, úgy illik, hogy az ember talán ezzel kezdje, vagy ezt mondja hangsúlyosabban, mert hát itt tudunk valamit tenni. Azért azt látnunk kell nekünk, és valamennyi demokratikus pártra mondom ezt, és saját magamra is, tehát mindenkire, aki benne van, hogy így nem fog tovább menni. Ezek a hagyományos pártos keretek, amikben mi dolgozunk, az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nem visznek tovább. Egy adott pontig vittek, nincs az nagyon messze, tehát nem sokat lehetett elérni, de tovább nem. Most már csak azzal szórakozunk, hogy egymástól szerzünk szavazókat, mint egy libikókat. De már egy ideje ezzel szórakoznak. Igen, pontosan. De most nem ezt az összefogni, nem összefogni mantrát szeretném mondani, bár valamilyen együttműködés persze muszáj, hanem azt, hogy azzal vagyunk elfoglalva, hogy elmondjuk, hogy majd 18-ban, ha egyszer kormányra jutunk, mennyi jót fogunk csinálni, és közben lassan egy lélek sincs, aki elhiszi nekünk ebben az állapotunkban, hogy kormányra fogunk jutni. És azon gondolkodtam, hogy akkor nem érdemes-e egy nagy levegőt venni, és amellett, hogy ki kidolgozza a nagyon fontos kormányprogramját, meg az együttműködés modelljét, ahelyett azt megnézni, hogy mit tudunk az embereknek már most segíteni. És valamit tudunk. Nyilván nem tudunk kórházakat alapítani, és nem tudjuk az ápolónők bérét magasabbra emelni ellenzékből, ezt a civilek sem tudják, de hogy alakuljanak ki ezzel a hihetetlen részvétlen kormányzati magatartással szemben másfajta magatartástípusok. A szolidaritásnak ezek a példái, amiket a civilek produkálnak, ezek kapjanak egy kis politikai színpadot. Ez most nagyon teátrálisnak vagy manipulatívnak tűnik, de hogy legyen valaki, aki körülöttük hírverést csinál, aki összekapcsolja az infrastruktúrát egy riasztó, mondjam, hogy egymást riasztó. Értem. A bajok esetén riasztó hálózattá, azt abban nekünk mégiscsak lenne dolgunk, és ebben volna közös dolga a demokratikus ellenzéki pártoknak. Hát, ha meg is szoknánk egymás szagát, és ez egy plusz haszon, a dolog önhasználhoz képest. Azt tudja, hogy ezt a munkát, hogy az ilyen típusú összefogást hogy lehetne elkezdeni, mert amikor olvastam az írását, illetve most, hogy beszélgetünk, folyamatosan azon jár az eszem, hogy a civilek
valami elementáris erővel próbálják eltaszítani maguktól a politikai pártokat, és ennek nagyon-nagyon hosszú előzménye van, hogy hogy jutottunk el idáig, és senki nem mondhatja azt, hogy ez nagyon rossz beidegződés a civilektől, mert hogy ennek előzménye volt. Ezt feloldani, hogy a civilek köszönik szépen, de abból, ami volt a pártpolitikusokból, akik politikai hasznot akarnak még a segítségből is kovácsolni maguknak, nem kérnek, hanem ők önzetlenül szeretnének segíteni. Ezt nem tudom, hogy ki és mikor tudja feloldani, milyen típusú közeledéssel. Ez világos, de hadd mondjak egy konkrét példát a múltból. Amikor nyáron a menekült válság idején az MSZP megnyitotta a Jókai utcai székházát, el is hangzottak itt az ATV-ben is máshol is az első civil reakciók, hát nagyjából ezek, hogy köszönjük szépen, nem akarunk pár stigmát és így tovább, de azért csak megnyitottuk. És csak elkezdtek gyűlni a csomagok, mert hát az arra lakó adományozók csak hoztak oda. És akkor a nyugati pályaudvari aktivistáknak csak ez volt a legközelebb, csak innen kezdték el látni a nagyon szép munkájuk kapcsán az odajövő menekülteket, és végül már nem volt érdekes. Lehet, hogy nem is tudták már sokan, hogy egy pár székház, csak menj a Jókai utcába, ott a múltkor még láttam három pár gyerekcipőt, alapon mentek tovább a hírek. Tehát én azt hiszem, hogy az ilyesmit el kell kezdeni. Nem úgy, hogy az ember kiadja a parancsot, hogy összes civil igazodj hozzám, hanem hogy esetleg először a pártok egymás között azért valamiben megállapodnak, hogy legközelebb, ha téli szünet lenne, és a kormány még mindig nem adna pénzt, állítólag most már majd fog, de akkor hiszem, ha látom. A gyermekétkeztetése? Igen, bocsánat, erről beszélek. Akkor be lehet osztani, hogy nekem nagykörösön van néhány aktivistám, aki főz, ha neked Kiskunfélegyházán van, akkor old meg te. És akkor vagy becsatlakoznak civilek, vagy nem csatlakoznak, de párhuzamba csinálják. Hát már most is csinálják. A dolog szerintem akkor, mint egy magától összetalálkozik, de létezhet másik modell is. Amúgy is fölvetődik most sokszor, hogy hogyan kell bizonyítani, hogy rendszeren kívüli ellenzék vagyunk. És mert az mi az, hogy rendszeren kívüli? Hogy nem az a hővágyunk, hogy ebben a demokratikus nemzeti együttműködési tehát, rendszerben. Tehát, hogy ne rendkívüli Igen. Hogy a rendszer egészét tagadjuk, és nem egyszerűen csak Orbán Viktor mosolya nem tetszik nekünk, mert szebbet akarunk. Erről ugye amúgy is sok tépelődés folyik most is az ellenzéki pártok körében. Lehetne bizonyítani alternatív intézményrendszerrel, hogy mi nem abba akarunk betagolódni. Például, ha ti nem adtok pénzt a szünetekben a gyermekek megetetésére, akkor majd az ellenzék megoldja. Pontosan, egész évben nyilván nem tudná, szándékosan ilyen szerény példát mondtam, mint hogy egész évben a civilek sem tudnak ajándékcsomagokkal etetni sok millió segényt, de néhány kiemelt feladatot el tudnának látni, aminek van a példa erejével egyfajta vonzó hatása is, azért gondolom, hogy alternatív magatartás mintákat kell kiépíteni. Visszatérve a közeledésre, azért is gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz folyamat, vagy lassú folyamat lesz, pedig nem szabadna, hogy lassú legyen, mert a jó ügyért tényleg össze kellene fogni a pártállástól függetlenül sok esetben sok embernek. De akkor nézzük a másik oldalt, hogy mitől alakult ki ön szerint, és most kérdésem ugyanaz, hogy lehet feloldani ezt, hogy egy politikus meg miért tagadja meg önmagát, tehát nem az lenne az álságos, hogy bocsánat, én most nem, tehát hogy tegnap tetszettek még látni, mint pártpolitikust vagy országgyűlési képviselőt a TV közvetítésben, vagy az egyenes beszédben, de ma én nem az vagyok, ne is nézzenek, így, sőt a ruhám is már más, mint tegnap volt, tehát hogy miért lenne egy ilyen skizofrén helyzet jó, hogyha a politikusok egyik nap, amikor bárkinek segítenek, akkor megtagadják magukat. Szerintem nem is kéne megtagadni, hát egy ismertebb politikusról úgy is tudják, hogy ő az, hát most feleslegesen hazudja, vagy mondja azt, hogy de most a civil sapkájában van, és csupa kis betűvel írja a nevét, ez úgysem működne. Egyszerűen a politikai elit nagyon megcsappant hitelességén is segítene, ha egyszer azt látnák, akár egy ilyen konkrét akcióban, mozgalomindításnál,
hogy neki nem csak az az időszak fontos, amikor reményei szerint hatalomba jut, hanem most is megpróbál segíteni. Nem tagadja el, hogy ő MSZP-s, vagy PMS, vagy együttes, vagy DK-s, vagy liberális, vagy amit akarunk. Nem tagadja el, de valami olyat csinál, amiből neki nem következik most semmiféle hatalmi előny. Ezek nem is mindig népszerű dolgok. Halljuk be, nagyon elesetteken segíteni. Nem volt népszerű dolog, sajnos menekülteken segíteni sem. De ha azt látják, hogy mégis fölvállalja, akkor talán tárgyalóképesebbé, és a közvélemény szemében is megbízhatóbbá válik. Nem csak azért kell csinálni, de lehet egy ilyen plusz hozadéka. Ha már a NERT említettük, az ezzel kapcsolatos legfrissebb vita, ez a bizonyos alkotmánybírók választása, egész pontosan jelölése. Fidesz azt szeretné, nem szeretné, nincs kétharmada, tehát muszáj, hogy az ellenzéki pártokkal összefogva válasszanak alkotmánybírókat és bírósági elnököt. Ezzel kapcsolatban az Index írta meg, hogy állítólag háttér egyeztetések folynak, és Gyurcsány Ferenc írt a Facebookján arról, hogy aki a NER-be, ebbe beszáll, ebbe a rendszerbe, akár egy ilyen, hogy igazolja az ott létével, a javaslatával, vagy alibit biztosít ennek a rendszernek és az alkotmánybíróságnak ilyen formában él összetételével, az, aki e tárgyban együttműködik, itt már szó szerint idézem, a Fidesz-szel az kollaboráns, az áruló, és ezt az MSZP-nek szánta. Önök most együttműködnek, és egyáltalán elfogadják-e azt, hogy aki együttműködik, az áruló? Történetesen épp ma hallottam Tóbiás Józsefet, az elnökünket nyilatkozni, és semmilyen háttértárgyalás nem volt. De magában... Hivatalos megkeresés nem volt, azt mondta szó szerint. Igen. Hát mindent nyilván ő sem tud, de ebben az ügyben két számomra egyformán fontos mondatom van. Az egyik mondat úgy szól, hogy szerintem sem szabad bemenni az alkotmánybíróságba. Sokkal inkább, lásd, amiről az előbb beszéltünk, össze kell hozni egy alternatív alkotmánybíróságot, kitűnő jogászokból, akik elmondják a véleményüket az alkotmányos kérdések. Most is elmondják, ha megkérdezik őket. Szerintem jobban hat, ha kiderül, hogy van egy alternatív testület, amelyik szintén vitákban ki tudja érlelni az állásfőpontját. Tehát az ellenzéki pártoknak létre kellene hoznia, igen, egy alternatív alkotmánybíróságot? Igen, mint ahogy alternatív költségvetési tanácsot, alternatív ombudsmant, nem lesz tényleges hatalmuk, de az egyeztetett közös vélemény megtestesítésére már alkalmasak, és noha itt nem árnyékkormányról beszélünk, még bár szerintem az is szükség lenne, mutatják az igazgatásra, a dolgok eldöntésére való képességét is az ellenzéknek, tehát nem bemenni. Én is azt mondom, nem bemenni, hogy legyen még egy külön vélemény majd, mert nyilván ott a többség úgy szavaz, ahogy mi ezt helyesnek és alkotmányosnak gondolnak, ennek semmi értelmét nem látom, és azt a látszatot, azt a rossz és meggyőződésem szerint nem valóság alapú látszatot erősíteni, hogy hát ezeknek csak a funkció fontos. Ez az első. Már Rendi Gergely mást mondott, azt mondta, hogy túl kellene lépni 6 éves sérelmeken az MSZP-nek. Ebben van egy vitánk helyzet. Természetesen, de én majdnem biztos vagyok benne, hogyha a frakcióban majd neki kell eldönteni, ez a vita lezajlik, akkor végül is az jön ki, hogy nem bemenni. Tudnék, személyes sérelmeken túl kéne lépni, de itt az alkotmányos rend, a szociális érzék és a jogállam sérelmeiről van szó, azokon nem szabad túllépni, nincs is jogunk és felhatalmazásunk túllépni. De a másik mondat legalábbis számomra, akinek fontos az ellenzék egymáshoz való viszonya, szintén fontos. Az nem szerencsés, hogyha itt az ellenzékben, jogosan vagy nem jogosan, egymást kollaboránsnak, vagy akár árulónak, ez nem hangzott így el. Az együttműködik a Fidesz-szel, az kollaboráns, az áruló. A pláne, ez semmiképpen sem szerencsés. Ez egy nagyon kényes és törékeny viszony, ha egyáltalán viszony, mint tudjuk, az ellenzéki pártok inkább húzakodó, mint békés egymás mellett élésre. Egyszer úgyis egymásra leszünk utalva, nem csak egymásra, ahogy az előbb mondtam, civilekre és szakemberekre is. Nem érdemes felesleges sebeket adni, mert akkor azzal leszünk majd elfoglalva, hogy ezeket a valóban személyes sérelmeket, mert ezek már azok, majd raktapasztal leragasszuk, és nem azzal leszünk elfoglalva, hogy arról beszéljünk, amire. Tehát szerintem nem szabad bemenni, tartalmilag igazat adok ennek a véleménynek, de nagyon nem örülök, hogy ez onnan egy másik párttól hangzott el, mert attól tartok, hogy még a pártok egymáshoz való viszonyát tekintve kölcsönös dackorszakban
vagyunk, és ilyenkor hajlamos minden politikai közösség azt mondja, just is, hát nem te fogod nekünk megmondani. Jobb lett volna szerintem, ha ez a Pásson nem jelenik meg, és nem onnan jelenik meg, de közben tartalmilag mélyen egyetértek azokkal, és nem csak Gyurcsány Ferenc, hanem sokan az MSZP-ben, akik azt mondják, hogy nem szabad bemenni, nem szabad gazsulálni, nem szabad úgy tenni, hogy a jelenlétünkkel legitimáljuk ezt a bizonyos nemzeti együttműködést. Akkor van, vagy lesz dolguk épp elég civilekkel összefésülni az együttműködést, a megromlott viszony, még azt sem mondanám, inkább eltávolodás, az eltávolodást valahogy feloldani, és a saját kollégáikkal, volt pártársaikkal, ellenzéki pártokkal ezt a... Én nem is akarom minősíteni, mert szerintem mindenkinek valószínű, hogy más-más a indoka meg célja, de hogy ezt a viszonyt, ami kialakult, inkább ezt mondom, tehát ezt normalizálni. Persze, de hát akkor inkább ezzel foglalkozzunk. Szerintem egy ilyen alternatív intézményrendszer hálózat, amit nagyon nehéz összehozni, mert egy ilyenbe belép szakember értelmiségi, az kockáztat is, hát azért ezt se felejtsük el, hogy gyakorló jogásnak nem könnyű, ha összejönne egy alternatív alkotmánybíróság belépni, de azért lehetne találni. Tehát, de ezekben az intézményrendszerekben egymással is, meg civilekkel is, meg szakmai műhelyekkel is értelmes dolgokról beszélnénk. És nekem a családi, meg egyéb baráti vitákban is az a tapasztalatom, hogyha egy közös ügyről elkezdünk beszélni, akkor már nem a 3 nappal ezelőtt rákacsintottál a szomszéd asszonyra te beste típusú sérelmeket, vagy fordítva is mondhatnám, hozzuk fel egymást. Tehát lehet értelmes vitákat is folytatni. És miért mondta, hogy alternatív kormányra is szükség lenne? Igen, ezt nagyon komolyan mondom. Jó, bonyolult szó, de azt mondanám, hogy alternatív vagy árnyék kormánynak szokták ezt mondani, de alternatív vagy árnyék szakértői kormányra. Jelen pillanatban az ellenzék állapotából is, meg a politikai elittel szembeni, épp az előbb végig taglalt bizalmatlanság okán is, nem azt mondom, hogy egy jelenlegi kormányban nem lehetnek hozzáértő politikusok, legyenek is, de a szándék eleve ne a pártdelegátusok kormányát hozza össze, hanem egy ilyen típusú szakértői jelenlegi. De azok jelenlegi lennének, hogyha az ellenzéki pártok mondanák meg, hogy egyébként nem politikus XY a mi alternatív vagy árnyék kormányunknak a pénzügyminisztere, onnantól kezdve hiába nem pártpolitikus, de hát már mégiscsak az ellenzéki pártok nevében beszélnek. Bocsánat, hogy szavába vágtam. Mi van, ha ezt úgy csináljuk, hogy egy ilyen alternatív parlament féle, ha már ez a mániám, hogy minden alternatív társaságon, bemondom, civilek is vannak, sok mindenki van, határozza ezt meg, vagy akár előválasztást, ez ugye a mi szerintem elég fontos és jó nyitási programpontunk, akár egy előválasztás erre szállunk, hogy aki ezen a térfélen gondolkodik, mondja meg, hogy szerinte ki lehetne a pénzügyminiszter. Nyilván valahogy a pártoknak is rá kell bólintani, hiszen ha ebből valódi kormány lesz, akkor pártoknak kell támogatni és szavazni velük és rájuk. De a jelölés dolgát sokkal inkább ki lehetne nyitni, mint ez a hagyományos budoár politikai választásokkal szoktuk néha. Budoár politikai választás? Na mit szól, milyen elegáns szokat? Ez abszolút elegáns. Ehhez a sok mindenhez, amit itt most a beszélgetésünk során felemlített és felsorolt, van ereje az MSZP-nek? A székházat oda, a Jókai utcai székházról beszéltünk, hogy civilek előtt megnyitották. Pár héttel ezelőtt, ünnepek előtt volt hír az, hogy az is lehet, hogy egy kerületi irodába fog majd az MSZP-be költözni, tehát gyakorlatilag zsugorodik a párt. Azért bízom benne, hogy ez nem irodahelyiségeken múlik, de nem a legjobb erőllétünkben vagyunk. Hát lehet, hogy csak szimbolizálja, hogy már irodaház sem kell. Talán, de nem egy jó szimbólum. Azt hiszem, hogy az csak szimbólum, ha szimbólum, de a lényeg az valószínűleg másban van. Azt kérdezi, hogy van-e az MSZP-nek ereje hozzá. Nem tudom, de nincs más útja. Ha így folytatjuk tovább a többi párttal együtt, akkor legjobb esetben így maradnak ezek a százalékok, így marad egy elszigetelt baloldali és demokratikus elit, miközben az országban több helyen a nem pártosodott alternatív gondolkodás, a civil segítőkészség, vagy kulturális műhelyek önállósodási vágya, vagy a pedagógusok önállósodási vágya, vagy a fekete pólós nővérek, tehát ezer ilyen sziget
van az országban, csak jelen pillanatban nem kötődik össze. Szerintem nincs más útunk, mint hogy erre menjünk, mint hogy megpróbáljuk segíteni, összekötni, és nem a milyenket tekinteni a nagy kontinensnek, amihez a szigeteket majd oda lehet kapcsolni. Székházat eladják, egyetlen használják? Már kiürítettük, mert hát a szándék az már hónapokkal ezelőtt igen. megszületett az eladásra, tehát már kiürítettük, és hát különböző vevőkkel, vevő lehetőségekkel nyilván tárgyalunk, megkacérkodunk, tehát el fogjuk adni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.